Sziasztok, Zagloba vagyok. Ismét jelentkezem a The Third Age Total War frakció bemutatómmal. Most egy olyan frakciót fogok bemutatni. Ugye Eriador volt az utolsó, ha jól emlékszem, igen. A törpéket mutattam eddig be, Gundabadot, Délt. Úgy gondoltam, hogy most is egy orkot kéne, de mivel az előző részben ugye most akkor eddig volt két nem emberi frakció és két itt egy törpe meg egy ork frakció, ezért úgy döntöttem, hogy most egy elfet fogok bemutatni. És mivel szerintem az eddigi bemutatott frakciók leginkább úgy passzolnak össze, hogyha most a High Elves frakciót mutatom be, ugye Elrondúr frakcióját, akiknek a legjobb csapataik az Eldar íjászok. Tehát nézzük is meg őket. Teljesen mindegy, hogy milyen beállításokra nyomok. Nézzük a videójukat. Gyönyörű. Worldy boy. És ez in-game videó, kérem. Ez valami hihetetlenül gyönyörű. Ha ezt a céljának kéne megcsinálni... Eszméletlen. Egyre jobban megerősít... Tehát én már tudom régóta, de mindenkibe szeretném tudatosítani, hogy a Total War az egy motorjáték. Egy motor. Egy alap. Amire moddereknek kell rányúlni, meg történészeknek, fantasy rajongóknak. És itt az eredménye, hogy a rajongók mit tudnak csinálni egy motorral. Persze a célját is megilleti minden dicséret, hogy 13 éve szállítják nekünk a Total War részeket, de az első két rész után nézzétek meg, micsoda gyönyörűségeket alkotnak a modderek. Tehát a Shogun és a Medieval után például én Rómot. Most ezt rengeteg videómban el fogom mondani, mert annyira hatás alatt vagyok az E3-on látott Rome 2 videónak, hogy egyre jobban megerősödik bennem az, hogy egy nagyon jó motor a Total War. És... na... nem a kiegészítőket várom, hanem a módokat. Komolyan mondom. Na mindegy. Hát ilyen az a tördés Total War, meg is látszik, hogy jó pár évvel a kiadott játék után készült el. Na, itt vagyunk. Imladris. Ez Worldy Boy? Igen. Hát, gyönyörű, nézzetek már. Na, hát a kezdő tartományunk eléggé kívülesnek. Tehát ez az Imladris, ez eléggé el van határolva mondjuk ezektől a városainktól, hogyha az elfekkel kezdünk. És nézzetek meg, hogy még ez is át van egy kicsit alakítva ez az ügynök. Hát a hajó, az valami eszméletlenül gyönyörű. Én nem is tudok el... Ó, úristen, de szép. Gyönyörű. Hát az egységekről is, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, ugye ezek az íjászok. Az elfeknél ugye könnyű gyalogságra kell felkészülni, egy-két nehéz gyalogos csapatuk van, ha jól tudom. De hát ezek is könnyű gyalogos csapatok mind. Ezek bók, vendik. Ezek az alapcsapataik. Aztán itt már látunk egy elég komoly egységet. Hát ezek is könnyű vértesek, de látjátok, hogy a következő upgrade-jük már ugye láncing. Vezéreik, gyönyörű. Círdan. Nagyon szép. Diplomatáik is gyönyörűen meg vannak rajzolva, kémeik. Hajóikról nem beszélve, Palarán. Numeramar, gyönyörű hajó. Nagyon igényes. És hát a térkép, hát nézzetek meg itt ezt a... Hú, valaki tudja, hol lehet megvenni a gyűrűk... Hogy hol lehet olcsón beszerezni a gyűrűk ura trilógiát, az... Vagy el kell mennem antikváriumba, komolyan mondom, mert... Egyszerűen... Már be kell szereznem, újra el kell olvasnom. Na, nézzük, milyen épületeket tudok képezni, vagy építeni.
Lovarda, egyszerűen gyönyörű. Egy ilyen lovas egység van, tudok ezt, hogy ezt felépítem. Barak is, eszméletlen. Tipikus elfépületek. Íjász lőtér. Ballista készítő, nézzétek meg, mennyire igényesen van megépítve. Kovács is gyönyörű. Piac. Aztán az út. Közösségi gazdálkodás. Mi ez a Sculptor Workshop? Ez mire jó? Mire jó ez? Ezt nem tudom, nem írja. Művész galéria és stúdió. Galériát írtam volna, de így se rossz. Vanya, vineyard. Tudja, ez borász. Városháza van, eszméletlenül szép. És, nézzük meg itt. Igen, ezt tovább lehet fejleszteni, ugye. Kereskedő negyeddé, aztán például itt a... Ez már ugye a irrigation, az öntözéses földművelés. Aztán mi ez? Gyönyörű. Történész C. Ez megmarad master. Ez nem tudom mire való. Aztán. Na itt már gallery. Igen, tehát itt a stúdióként indul, az később gallery vált. Jól gondoltam, hogy az lesz belőle. Pihenő központ. Ugye ezt tovább lehet fel. Fogadó, taverna. Coaching house. Ezt sose értettem pontosan mi. Hát ugye ügynökök képzésére való. Elront háza. Azt a büdös. Gyönyörű. Szintén zenész. Na. Castle. Hát ez szokásos. De nézzétek, ilyen is van. Balszt. Eszméletlenül szép. Igen. Hát igen. Tehát itt lehet látni. Itt lehet látni, hogy mennyire a módkészítőim múlik valami. Bányák is, hát eszméletlen. Nem tudok, ez a mód számomra, ez a number one. Tehát a Medieval 2, ez nagyon igényesebb módot én még nem láttam, pedig rengeteg jó mód van, hozzá kell tennem, tehát Stainless Steel, Broken Crescent, magyar mód. Mi van még? A tüzelvassal is nagyon jó mód lesz. Akkor a Westerosban is bízok, amit majd lassan elő fogok venni, sajnos még mindig nagyon közel vagy messze van a gammától, a gamma készültségtől. Ha valaki tud valamit a Westeros módról, a Medieval 2-höz, azt kérem, hogy nekem jelezzen róla, mert én TVC-n ugyan nézegettem, de hogy valahogy stabilan fut, hogy nem ütközik-e más móddal, mert én úgy vettem észre, hogy nálam a tüzelvassal ütközik. Úgyhogy nem merem most egyelőre fölrakni, na nézzük azért közben, hogy mi van itt. Diplomáciát nem néztem, de azzal szoktam kezdeni. Hát ellenségeink a köthegység orkja és a banditák, Eriador pedig a szövetségesünk. Na, ügynökünk, hát csak ez az egy kémünk volt. Hát a határaink itt úgy látom, hogy banditák. Aztán, hát elég elszeparáltak vagyunk az elfekkel, elég a térkép szélén kezdünk, kivéve ugye Worldsboyt. De hát itt ugye Elrond úr van benne, hogy jól tudom, igen. Hát nézzük meg, hogyha őt kivisszük. Hát nem nagyon tudok feltárni semmit. Pörgessük a kört, ahogy szoktam. És nézzük meg, hogy mi történik. Történik-e valami támadás esetleg az első kör után. Ugye minden frakció bemutatomban legalább egy kört lepörgetek, hogy... De minden palantír event-tel kezdődik, ha jól tudom. Így van. Ugye felébredt a szem, ha jól tudom, hogy ez azt jelenti. Ugye F1-et nyomva, igen. Ugye itt lehet a segítséget kérni, hogy mik a gyors kombinációk. Na! Mordor. Mordor a legerősebb az elején, hát nem csodálom. Jó, hát nem történik semmi érdemleges, ugye itt már, ahogy látjátok, Eriadorra vagyunk szomszédságban, tehát ez már itt Eriador tartománya, ezek itt banditák. Hát érdemes. Még azért Elrond úrani ne jövök erre. Hát ha nem tudok felfedezni semmit. Az egységeket pedig mindjárt be fogom mutatni ugye a szokásomhoz híván a csatatérképen. És akkor Worldsboy. Az Imladris. Worldsboyba fogok egy csatát megnézni az elfekkel. Na.
betöltőképernyők gyönyörűek, bár ez a legegyszerűbb módolások eddig, ha jól tudom. Na, nézzük meg akkor ezt a custom battle-t. Ugye all mehet. Ja igen, ki kell választanunk. Hornbook, Minas Tirith, Edoras, Erebor. Ez nem World's Boy. Blackgate, Dogwood, Edoras, Erebor. Na, hol van World's Boy? Nem igaz, hogy nem találom most. Rivendell. Ez az, nem? De mindegy, nézzük meg ezt. És gyönyörű csatatérképek vannak, ezt hozzá kell tennem. Fangorn erdeje is gyönyörű. Aki már játszott rajta a csatát, azt tudja. Eszméletlen gyönyörű. Na. Pelennor mezején. Nézzük meg Rivendelt, jó? Remélem, hogy ez az. Na, kikkel voltunk? High Elves. Igen, és akkor... A köthegység orkjai lesz, úgyis a következő nép, akit be fogok mutatni, úgyhogy nézzük is. Na, hát nézzük. Ennyi egység? Ennyi az elf? Pedig az óra mentem. Na mindegy, legalább mindent be tudom mutatni. És legalább látjátok, hogy akkor milyen egységek vannak. De közben elmondom, ugye a Swirt, Quandy, könnyű gyalogság karddal, akkor Lindon Longspears, ugye lándzsások, Eldarin, Eldarinbe Spearman, lándzsások, de ez már nehéz gyalogság, szintén nehéz gyalogság karddal, Mitlon Nobles, nemes elfek, Eregion kovácsai, érdekes egység, Bókvendi, ugye az alapíjászok, Noret, Tirno Warriors, ezek már kicsit komolyabb íjászok, nehéz gyalogság, Eldarin Archers, aztán a Noretiro lovassága, Eldarin nemesei, lándzsások és a Imlandris Riders. Imlandris, na akkor azt kéne megkeresni csatatérképen, várjatok csak. De én nem láttam Imlandriszt, remélem, hogy rosszul láttam, nem, nincs. Jó, hát akkor marad Rivendell. Oké, és akkor állítsuk be az orkokat is. Hát itt az orkoknál sincsen sok egység. Állítsunk be alapot. Így. Balrogot azt majd a következő részekben. Rakjunk be nekik egy trollt is. Na. Nézzük meg, mit állítottam be. Jó, így jó lesz. Nagyszerű. Mehet. Micsoda? Ja? Túlléptem a határt. Kit vegyek ki? Hát ha nem maradszatok meg, akkor ezt az egységet én törlöm. Így. Start. Hú, ez gyönyörű kép megint. Ugye nem kell mondanom, hogy honnan van. Eszméletlen. Nagyon tetszett a Gyűrűk Ura megvalósítás, bár... A filmhez hozzászólni való annyira volt, amikor megláttam az első filmet, hogy hát ez nem a Gyűrűk Ura. Tehát az ember, aki, ugye minden ember a fantáziájában máshogy építi fel az ilyen fantasy világokat, minden ember máshogy képzeli el, ezért jó a könyv. A film ugye az megpróbálja egy saját nézőpontból, ugye általában a rendező nézőpontjából. Hú, egy kicsit bug. Hú, de szépek. Na, tehát a film se volt rossz, jó volt a megvalósítás, igaz, kimaradtak a fontos részek, betettek jelentéktelen részeket, a kardot kicsit hülyén fogja, de nem baj. Nézzük. Kezdjük az elején. Úgy fogom csinálni. És felállítom őket sorba. Így. És a lovasságot elvonom hátra. És akkor nem lesz gond. Az íjászokat is. Három íjász van, annyit raktam be, de gondolom majd, aki az elfekkel játszik, az úgyis szereti az íjászokat. Bocsánat, tündékkel, mert ugye a Gyűrűk Urában tündék vannak. Na nézzük! Entert ilyenkor ne nyomjon senki, mert egyből elindul a csata, és nem tudja bemutatni, vagy nem tudja rendesen felállítani az egységet. Na! Lindon Longspears, hát gyönyörűek, lovasság ellen gondolom ideálisak, gyönyörűek a lándzsáik, tipikus tünde lándzsák. Aztán... Eldarin Spearman, szintén zenész, gyönyörű lándzsákkal, nagyon szép vértekkel, pajzsokkal. Hát itt ugye nem tudtak annyira rámenni a randomizálásra, ugye az elfeknél ugye nem is kell.
szerintem az elfeknél fölösleges a randomizáltság, ugye nagyon láttuk a filmben is, hogy úgy ábrázolták őket, hogy szinte meg se lehetett különböztetni elfartost a másiktól, hát itt is így van. Ezek a kardosaik, kétkezes ilyen gyönyörű elf kardokkal, kicsit nagy markolatot hagytak, úgy érzem, de szép. Hát erről meg ne is beszéljünk, a nemesek, gyönyörű vértekben, kicsit randomizáltsága szerintem a pajzsokon látszik, nem azokon se. Megpróbálok valami random vizálásra utaló jelet. Igen, a ruházat. Más szín, néhány embernek más színű ruhája. Meg máshogy van szabva ez a felső ruházat. Tehát azért van bizonyos szintű randomizáltság. Na hát aztán itt ezek a kovácsok. Eszméletlen. Kalapáccsal. Gyönyörű. Tényleg eszméletlenül szép egység. Na, és akkor jöjjenek az íjászok. Noretimo Warriors. Fú. Igen, aki a tündékkel játszik, az egyértelműen az íjászokat szereti, szerintem. Meg ugye Eriadorban is nagyon jók a rangerök. Hát az elfeknél nagyon erősek az íjászok. Hát tündék, mindig elfet mondok én. Én a máguson nőttem föl, ott elfek vannak. Meg ugye a Skyrimban is. Eldarvin Archers. Hát szintén ugye ezek van egy ilyen szett az Eldarvinokból. Lándzsások, kardosok, íjászok és a lovasság az Eldarin. Eldarin V, vagy Eldarin V, vagy valahogy így kell ejteni. Nem tudom, hogy kell ejteni. Noretimo lovasság. Hát szép. Kicsit bagos, nem számít. Szép, a vértek. Randomizált, teljesen más vértek. Gyönyörű lovak. Hát igen, ezek gyönyörű lovak. Tehát... Most komolyan kérdezem, hogy... nem egyszerűen, na... Hogy a Rome 2 videójában kinek tetszettek azok a műanyag lovak? Hát a Playmobil gyártott utoljára ilyen lovakat, könyörgöm, de a Rome 2 videóban. Ezek a lovak, ezek, nézzétek meg! Most ezután a videó után nézzétek meg a Rome 2-ben azokat a lovas egységeket, és hasonlítsátok ezekkel. Hogy néz ki egy ló ott, meg hogy néz ki itt. Hát ezek lovak. Hát nézzük meg, hogy az izomzata látszik, még lassan a véredek látszanak a lovon, ott meg egy műanyag fénylő szarságot kaptunk. És nem mondják, nekem ne írogassák, hogy ne legyek fölháborút barom kettő videón, hát 13 éve játszok Total War-ről, de ilyen szar videót még nem láttam. Na mind, jó, nyugodjak meg. Na, Eldarim lándzsásai. Gyönyörű lovasság. Nehéz lovasság. És Imladris Rider. Mi a Rider? Felderítő? Valami ilyesmi. Na, start! Hát a csata felállásom nem valami bonyolult lovasságot kivonjuk szányra. Ugye én lovassági parancsnok vagyok a legtöbb Total War-ban. Egy-kettő, ugye? Hát most csináltam egy olyan bemutatót ugye a The Last Kingdom módról, ami nekem nagyon tetszik, és minimalizálták ott a lovasságot, ugye a Britannia mód, egy eszméletlenül tökéletes Britannia mód. Hát ott is fölmerült bennem a kérdés, kérem szépen, hogy jó, volt a Britannia Kingdoms kiegészítő, játszottam bele, komolyan mondom, 20 kört, és azt mondtam, hogy ez a szar, hogy megint egy motort kaptunk. Jó, 4 kampányt kaptunk a Kingdomsban. Kaptunk 4 kampányt, akkor még kiegészítőnek hívták pedig a... nem DLC-nek, hanem kiegészítőnek kapták, vagy hívták ezeket a tartalmakat. De hát már ott is félkész játékokat kaptunk, vagy kiegészítőket, tehát csak gondoljatok bele, hogy ott volt a... az amerikán mód, vagy hát mód, mert ugye a Kingdomsban módként települtek ezek, 4 különálló módként. Nem nagyon dolgoztak velük, ugye a készítők. Annyi, hogy megalkották gyorsan, összekalapálták a térképet, meg az egységeket gyorsan behányták, meg beraktak eventeket, beraktak hősöket, ennyi. De például ott Britannia mód, mondom, The Last Kingdoms, vagy Kingdom egyszerűen brutál. Tehát ott a vikingek tényleg vikingek, úgy is néznek ki, úgy is harcolnak, a mesterséges intelligencia gyönyörűen működik, jó, az alapbetegségei megmaradtak, de működik.
Jó, mondjuk az intelligencia az örök lépfene, a távolokban azért nem is illeti őket egy rossz szó, mert amit lehetett kihoztak a CA-sok. Tényleg én nem a CA-t szidom. Már olyan értelemben nem szidom őket, hogy önélkülük semmi ilyen nem lenne játék. De könyörgöm, hát azért kicsit hallgassanak a vásárlóikra, mert nem a casual gamerek veszik meg a, vagy casual gamerek veszik meg a játékot inkább, mert fogják, már fognak lemennek pirátra, letöltik, aztán kész. De a hardcore játékosok, akik gyűjtik, mint én is, totálból részeket, és minden rész megvan nekik, az összes kiegészítővel rendelkeznek, ismerik a játékot kívülről, belülről, tényleg fanatikus, totálból rajongók, akik azért játszottak az alapjátékkal jó pár száz, legalább 100 órát, mert mindig valamivel újra kezdték, vagy kipróbáltak minden frakciót az alappal, és módok nélkül is elkezdték játszani. Hát ott van a Róm. De én a Rómot is, amikor életemben legelőször 2005 vége felé kipróbáltam, hát akkor is azt mondtam, hogy jó, szép, meg minden, nagyon nagy ötlet, de hát akkor már jöttek ki a módok, és néztem a módokat, és kapkodtam a fejemet, hogy úristen, hát így is meg lehet csinálni végre, totál volt. És ugye, amikor kijött 2007-ben, azt hiszem száraktunk. Hoppá, közben egy jó kis roham, troll roham, azt a büdös! Ez kemény volt. Gyorsan a nemességet uszítsuk rájuk. Mit csinál a trollokkal vajon? Le tudják győzni őket? Ne, az íjászok ne lőjék most őket, hékás! Heavy Goblin. Nézzük, milyenek ezek a nehéz vértes goblin. Marha jól néznek ki. Lehet esélyük nincs. Lovasság, bekerítés. Ez az, gyönyörű. Ezek mik? Rámegyünk a... Nézzük meg, milyen az elf lovasság rohama. Telibe, gyönyörű. És még a vezér is el... És nézzetek meg ezeket a lovakat! Hát még a bokaszőr, a csütszőr is gyönyörű. Hát most könyörgök, hát miért nem lehetett ilyenre megcsinálni a, csak a Róm 2 lovait? Én most ebben nagyon belevesztem ebbe a témába, ezt nézzétek el nekem. Én nagyon nagy fanatikus vagyok, aki ismer, vagy látta az írásaimat, meg úgy nagyjából ismeri a hozzáállásomat, annak nem kell bemutatkoznom, hogy... Hogy nálam a fanatizmusnak egy fajtája ez, hogy most én nagyon rátudok állni ilyen belekötősdibe. Megpróbálom alátámasztani, de hogyha én egyszer elragadtatom magam és valamire rászállok, arra én rászállok, tehát én abból nem engedek utána, hogy ott annyit sem. De elismerem a hibát, hogyha tévedtem majd, hogyha kijön egyszer a Róm 2. De valaki ugye azt írta például, nézzük az éközben. Valaki azt írta, hogy a... Most elnézést, hogy megint nem a módról beszélek erről, de hát szerintem a Third Age-et elég látni így csatában, meg közelről, hogy milyen, aztán nem kell mondanom nekem, hogy ez az módok királya a Medieval 2-höz. Na. Lőjétek őket. Tehát valaki írta, hogyha nem most jelenne meg március, vagy március? Ugye eddig az új Total War részek mindig márciusban jöttek ki. Empire, Shogun. Hát a Medieval 2 még azt hiszem annó decemberben jött ki. De az utóbbi három rész az mind márciusban jött ki. Na most. Most szeptemberben kiadják a Róm 2-t, mert muszáj kiadni, mert valamiért a CA most nagyon azt gondolja, hogy neki muszáj kiadni, nem, várjanak márciusig, hegesszék még azt. Már majdnem káromkodtam, hegesszék azt a rohadt módot. Ne fél ki, nem érdem, az az igazság, hogy tényleg magamat hergelem. De nem érdekel, hát a trollok, nézzétek meg, hogy eltüntettek. Két egységemet szarrá verték a trollok. Hát, most egy rohamot még ezzel a lovasokkal benyomok. Hát a trollok ellen akkor így kell játszani. Legalább három egységet veszteséglistára kell helyezni. Na és visszatérve még a Róm 2-re. Tehát
írták nekem, azt hiszem totálban online-on, hogy nem változna meg nagyon a szerkezete, hogyha mondjuk áttenném a megjelenést, vagy áttenné a cél a megjelenést mondjuk márciusra, hanem hát ugyanolyan maradna. Na. Tehát nem foglalkozna bele a céljá, hogy most mit ad ki a kezéből. Ők úgy döntöttek, hogy szeptemberben ki kell adni, gondolom, hogy a kiadói nyomásra, ugye a Sega nyomására kell kiadni. Ez bizonyos értelemben üzleti dolog, nem látunk bele, hogy miért hozták ennyire előre. Én meg lennék elégedve, megmondom őszintén, hogyha márciusban jön neki. Akkor se várnám ilyen videók után, de hát legyen igaza azoknak, akik optimistán állnak hozzá kérdéshez, hogy jobb lesz a megjelenésük. Én már ebben nem bízok. Remélem, hogy jobb lesz. Nem tudok más mondani. Na, hát hiszem a goblinok, vagy hát ezeket a trollokat is elteszem lábalól nagy nehezen. Azért az kicsit durva, hogy egy elfa curkája. Nem, levágta. Hú, olyan, hogy meg is taposta volna. Gyönyörű. Szépen megcsinálták a trollokat, nagyon szépen felhúzták a méretet, bár én el tudnám képzelni nagyobb mérettel is. Igen, a trollnak egy csapás egy katona, akár lovas, akár, csak el kell találnia. Hú, meg közben itt lőnek ám rám. Ezek. Na ezt még elpusztítom gyorsan, meg ezeket is. Na nézzük azt a rohamot. Gyönyörű egyébként a kép. Az árnyékok, úristen, de szép. Hát ez betalált ez a roham. Kicsit nökvenyelős volt, mert fáradtak az egységek, de... Hát, ja, ilyen persze üldözésnél vegyétek ki a védekezést, mert akkor nem nagyon megy az üldözés, de levágtak már mindenkit. Trollok, hát nézzem, van még troll. Veszem észre, hogy nincs, és nyertünk. Na. Hát ez lett volna a magas, vagy nemes elfek bemutatója. Remélem, hogy azért sikerült bemutatnom nagyjából az épületeiket, az egységeiket, kicsit a harcukba is betekintést nyertünk. Ez number one, ez a mód. Gyönyörű, többször elmondtam, ez a Medieval 2 top 3 módjában benn van számomra. Nagyon izgalmas, nagyon jó mód. Mindenkinek még egyszer ajánlom. Sokat szor, ugye be fogom mutatni az összes frakciót, és minden frakció bemutatóban el fogom mondani, hogy ez a mód. Pff, brutál. Az egyik leghangulatosabb, legjobban játszható, legigényesebb. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudok erről a módról beszélni. Úgyhogy mindenki ugorjon rá. Aki úgy gondolja, hogy nem tud olyan jól angolul, akkor annak ajánlom ennek a játéknak az előző verzióját, a 2.1-et, ami ez teljes magyar fordítás is megtalálható a Totálon Online fórumán. Na, hát ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!